Barátai? Hát az kevés van, viszont rendesen megfizeti őket. Hajat vettem neki, hogy szebb legyen. Még mindig nem nőtt ki, 1,5 millió forintért. 3 perc múlva, ahogy fölkelek, úgy tudok kinézni, mintha az újságból léptem volna ki. Lementünk a Z-re is, igen, egészen a Z az a dupla V-s szereplők, az a Z kategória. Okay. Van egy ismerősöm, aki ismer valakit, és annak a valakiének megvan ez a Christoffel, tud, az asszonyverő. Szóval érdemesen őt megpróbálni, lányok közül meg szintén kutatok. Oké, de ezeket én nem intézem, ezeket te intézed, ezeket nem intézem. Szóval azt mondtam, hogy itt ilyen susnyáson át kell. Most susnyás, az A, ez a 15. kerület, itt nincs susnyás. Erre lehet csak jönni, erre nem áll meg busz. Nem, itt áll meg a busz a házadat. Egy. Egy. Hát igen, vicces móka igazából, de szép hosszú lábai vannak. Ezt ismered, ezt nem, most csak beütöttem a nevedet, és ezt itt kiadtam. Aranyos kislány. Sziasztok, Szabó Zsófia vagyok, 23 éves. Diszlexiás vagy amúgy? Miért lennék diszlexiás? Ja, csak így összeolnak a legba betűköbben. Nem, nem. Nem tudok olvasni. Zsófika nem túl okos. Nem tudod, mit megérne ez nekem, hogyha ezt elénekelnéd. Annyit nem tudsz te fizetni. Hát azért tudod, ha én nem is tudok meggyőzni, akkor Deák Ferenc segít, de... Deák Ferencből sincs annyi, hogy... Látszik, és nem olyan kemény, hogy van, mint kell. Egy kis majonéztől új életre kell. Álláshirdetési portál, így van, annyiból különbözik a többi álláshirdetési portáltól, hogy videójelenetre azokat is töltenek fel az emberek náluk. Na most ennek a reklámkampánya arra épül, hogy különböző sztárokkal, gondoltunk itt rád. Igazából nagyon szépen köszönöm, hát most már nem vagyok sem ennyiben bele, mert igazából nem én gondoltam rád, ez a Márk volt. Akkor már fogalmazhatom. Márk, köszönöm. Hát jó húzás volt, annak ellenére, hogy a halász nem akarta. De azért megpróbáljuk, szöveget szerintem nem fogunk neked írni ez a spothoz, mert megmondom, szerintem az nagyon világból kiszaladnánk. Tehát valamit inkább... Tehát ilyen sok idő lenne, nem ügyeskedjél már. Hát azért ne ügyeskedj. Biztos, hogy gyorsan megtanulom. Ne, ha nem is, ez inkább szerintem improvizálj. Hát a srác szereti irányítani a kapcsolatait, jobb meg bal kézzel. Ki kell ragadni a múltadból részeket, és azt, avval szembeállítani egy görbetükröt. Nyilván akkor a médiával való tükrözést szeretnétek, azt, ami történt a médiával. Így van, tehát egy ilyen illemtanára gondoltam, tehát a viselkedés kultúra illemtanára, vagy társkapcsolati tanácsad, ugye, hogy kell bánni. persze, egyébként ez a múltból adód van, ugye sokan hallottátok, ugye tudjátok, akkor már nem is kell mondanom, meg filtatnom, ugye a nőkre gondoltok. Neki is van ott téglá, én úgy látom a sok verekedés miatt. Egyiktől földobja, az meg lesz neki is. Rá van oda festve neki is a neve. Igen, tehát ez a társkapcsolati tanácsadó, amiben te nagyon jól tudnál lenni. Kicsit komolyan is veszed ezt a pénz számolóval nőverve dolgot, nem? Hát, hogy komolyan veszem, elég csalók a kérdés, Román. Én nem berem a nőket. Pitman Christoffel vagyok, és amit tudni illik, 1993-ban, január 6-án születtem. Christoffel nem jó. Tudni nem illik. Nekem, én nem hiszem, hogy illik nekünk ezt tudni, meg másnak sem. Felvétel, ne essünk szét! Ne essünk szét, karakter, ne essünk szét! Nem regisztráltál még a CV Spotnál? Akkor te nem is akarsz dolgozni. Pitman Christoffel vagyok, 21 éves, 7. kerületben születtem, 2 évig vendéglátót végeztem, mint pincér, B kategóriás jogosítványom van, és ami igazán érdekel, az az értékesítés, már pedig azért, mert úgy gondolom, hogy a kommunikatív készségem, kommunikációs készségem eléggé határozott és elég jó. Szeretném bebizonyítani, hogy öncége számára nélkülözhetetlen tudok lenni, és szeretnék a legjobb lenni.